az ordító suhanc, a konyhában a hímző leány. Többek között ezek a munkácsi festmények is megtekinthetők a pénteken nyílt kiállításon Kisvárdán. De Hans Temple több mint 2 méteres Munkácsy Mihály arcképe címet viselő alkotása is a tárlat része. A művek Pák Imre magángyűjtő Munkácsy Mihály kollekciójának világhírű alkotásai, amelyek jól lefedik Munkácsy életművét, a korai munkáitól, a bibliai témájú festményeken és polgári életképeken át az ikonikus festményekig. A kollekció 2005-ben 30 festményt tartalmazott, azóta a gyűjtemény több mint 50 darabosra bővült. A kisvárdai közönség már ezzel találkozhat. Egy legnagyobb magyar festőnk, akit Kisvárdára eljött ebbe az impozáns épületbe, és azt hiszem, hogy ez egy olyan hordai kiállítás, ahol bárhol a világon megállná a helyét. És köszönhet, hogy a Pák Imrének, a galériának, a Békés Csabai Múzeumnak képek eljöttek hozzánk Kisvárdára. Köszönhető miniszter úrnak, hogy ezt támogatta, mint fővédnök, és egy olyan kulturális élményt ad a város és a város környékén lakóknak, ami azt hiszem, hogy örökre felejthetetlen. Pák Imre folyamatosan gyarapodó kollekciója a világ második legnagyobb munkács gyűjteménye. 2005 óta már 33 kiállításon mutatták be Magyarországon és külföldön, így több mint 2 millió ember ismerhette meg Munkácsy Mihály művészetét. Most Kisvárdán a nemrégiben felújított Bagolyvár ad otthont a tárlatnak. Azt gondolom, hogy ez egy tényleg példaértékű felújítás. És ezért kértem én úgy szót, mint kisvárdai polgár, mert vagyunk itt egy páran, és reményénk szerint Kisvárdán vagyunk legalább 17.800-an, akik ezt értékeljük. Hiszen ez az elmúlt 8 év nem arról szól már, hogy fejlehajtva, szürke kisvárosba élve éljük mindennapjainkat, hanem azt gondolom, hogy felemelt fejjel visszatértek Kisvárdára a színek. A Munkácsy kiállítás május 31-ig tekinthető meg a kisvárdai Bagolyvárban.